Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Hírérték című műsorunkat látják, és szívből remélem, hogy mind a hír és mind az érték minősége a mai napnak és ennek az adásnak abszolút megfelel. Annál is inkább, és kiemelt tisztelettel köszöntöm dr. Kalmár Ferenc nagykövet urat, a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztost, aki nem olyan régen érkezett haza. Érkezett haza az Európai Tanács magyar elnökségének egy nagyon fontos találkozójáról, és itt most arról lesz szó, hogy mi lesz az elsődleges megoldandó terület, azon belül hányféle egyéb feladat. Ez az a prioritás különös tekintettel, és hát ez egyébként az egész Kárpát-medencére is igaz, de különösen ránk, a nemzeti kisebbségek védelmét illetően. Tisztázzunk kell ugye a nemzeti kisebbségek pontos megfogalmazását, és egyáltalán mit sikerült az elmúlt időkben szó szerint eredményre juttatni a kisebbségek sors kérdését illetően, parancsoljon. Köszönöm szépen először is a meghívást, tisztelt szerkesztő asszony, és üdvözlöm, köszöntöm a nézőket. Valójában a közelmúltban Strasbourgban jártam az Európa Tanács parlamenti közgyűlésénél, mégpedig azért, mert köztudott, aki nem tudja, akkor mondjuk most, hogy május 21-én Magyarország átvette az Európa Tanács elnöki funkcióinak az ellátását. Ez egy fél évig fog szólni, november 17-én fogjuk átadni Olaszországnak. Németországtól vettük át, és Olaszországnak adjuk át. A magyar kormány 5 prioritást jelölt meg ennek az elnökségi periódusnak a kiemelt prioritásai között, és ezek között az első, amit ön is említett, szerkesztő asszony, és erről beszélünk, a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítása. Ez a pontos megfogalmazása ennek az első számú prioritásnak. Ezen belül mi javasoltunk, és végül is el is fogadtak 4 konferenciát, ami a nemzeti kisebbségeknek a védelméről szól, nem csak Magyarország, hanem európai szinten. Így az első konferencia a Strasbourgban lesz, mégpedig e hónap 29-én, és ennek a szervezésével kapcsolatosan jártam Strasbourgba, vagyis jártunk Strasbourgba. Szili Katalinnal, Tóthné Ferenci Adrien kolléganőmmel együtt, hogy a részleteket megbeszéljük, és hogy zajlódjon le ez az egész konferencia. Ugyanis nehézségek vannak, hiszen még mindig Franciaország nem nyitott a pandémia miatt, és ezért úgy látjuk, hogy csak hibrid formában lehet megszervezni. Lesznek meghívottak, akik ott fognak ülni a terembe, viszont korlátozott számba lehet, ezért kétféle linket is küldtünk a potenciális hallgatóknak, amin keresztül tudják követni interneten keresztül a konferenciát. Van olyan link is, ahol kérdést is tudnak feltenni, vagy be tudnak jelentkezni hozzászólásra, de ez nagyon korlátozott számban lesz lehetséges. Szóval ez az első konferencia arról fog szólni, hogy melyek a jelenlegi lehetőségei az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelmében. Ezeket a lehetőségeket átnézzük, lássuk, hogy a monitoring,
hiszen tudjuk, hogy van egy monitoring eljárás is az Európa Tanács keretén belül. A monitoring eljárásnak egy reformja volt a közelmúltban, és ennek a reformnak mik az első tapasztalatai. Itt Finnországnak a képviselőjét hívtuk meg, hiszen Finnország volt az első olyan ország, amelynél alkalmazták a már megreformált monitoring eljárást. Az első konferenciát Burics asszony fogja megnyitni, aki az Európa Tanács főtitkára. Ezen kívül szintén megnyitó beszédet fog mondani Gulyás Gergely miniszter úr, és utána három panel fogja tárgyalni ezt az átnézést, az aktuális kérdéseket. Ezt követően szeptemberben lesz egy második konferenciánk, ami itt Budapesten lesz, mégpedig, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy az Európa Tanácsnak egyetlen egy Strasbourgon kívüli intézménye van, az pedig Budapesten van, az Európa Tanács ifjúsági központja. Muszáj, hogy közbeszóljak. Igen. Bocsásson meg. Tudnélik, eddigi történelmünk alapján, és vállalom, hogy fejbe verhetnek engem ezért az úgymond szuverén kijelentésemért. Minden sorshelyzetünk, ami döntően, most a modernebb történelmet nézek, visszafele se volt sokkal kevésbé így, mindent, ami aláírandó intézkedés, az valahogy soha nem a mi asztalunkon történt. Mindig külföldi tárgyaló asztalokon történt az, hogy Magyarország sorskérdéseit, adott sorshelyzeteit hogyan kezelik, és egyáltalán aláírják-e. Úgyhogy örvendetes, hogy a saját asztalunkon lesz mégre valami, ami nagyon fontos, és nagyon fontos előzetes tárgyalásokat kell, hogy megéljen. Szívből remélem, hogy lesznek részeredmények is, míg alá nem íródik ugye a fő-fő dokumentum, de a saját asztalunkon, a saját nemzeti asztalunkon földrajzilag is íródjon alá, és ne külföldön. Bocsánat. Igen, ez teljesen igaza van szerkesztő professzor asszonynak. Viszont a helyzet az most, hogy most nem írunk alá dokumentumokat. Ez egy elnökségi feladatkörnek az ellátása, és nekünk az a célunk ezzel az első prioritással, amit mondtam, a nemzeti kisebbségek védelmének az előmozdítása, hogy ezt a témát tartsuk kiemeltebb politikai asztalon. Ez nagyon fontos, hogy ne felejtődjön el, azért is, mert látjuk, hogy mi történik ma Európában. Sokkal több szó esik migrációról, LGBTQ kisebbségekről, közösségekről, mint a nemzeti kisebbségi közösségekről. Ez mintha valahogy elfelejtődne, holott Európának a stabilitásához és békéjéhez ez a kérdés sokkal inkább hozzájárulhat, ezért kell ezzel foglalkozni, meggyőződésem, hogy folyamatosan kellene foglalkozni, hiszen ezek a kérdések nincsenek megoldva Európába. Ez így van. Ez látszik. Szóval ezért a második konferenciát például annak szenteljük, hogy helyet adjunk a kutatóintézeteknek, akik foglalkoznak a nemzeti kisebbségek sorsával, például Flensburg Németországban, Bolzano Olaszországban, Budapest Ljubljánában vannak komoly kutató, etnikai kutatóintézetek. Ezeknek a képviselőit meghívjuk, tartsanak előadásokat, mondják el az ő véleményüket, és mondják el, hogy hogyan látják ők ezt a témakört. Ezen kívül jogvédő intézetek, ők is meg fognak jelenni, meghívást fognak erre kapni, és ezen kívül pedig a civil szervezetek, amelyek például Tom Lantos intézetnek az igazgatónője is meghívást fog kapni erre a
rendezvényre, azért, hogy ők mondják el, hogyan látják ezt a témakört. De itt nem véletlen, hogy az Európa Tanács ifjúsági központjába fogjuk rendezni, hiszen az egyik panel kifejezetten annak szánjuk az egyik panelt, hogy az Európa Tanácsnak van egy készülő jelentése arról, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó ifjúk, az ifjúság hogyan tud bekapcsolódni a politikai munkába, egyáltalán mik a lehetőségei és a perspektívái. Na most erről a témáról készül egy jelentés, annak a bemutatása fog történni itt Budapesten, és ennek a témának egy egész panelt szánunk. Ez nagyon fontos. A fiatalságot be kell vonni a politikába, a jövő építésébe, tárgyalásába, hiszen ifjúság nélkül nincsen jövő, de nem mindegy, hogy milyen ifjúság, és egyáltalán mennyire foglalkozik ezzel a témakörrel. Nem csak az egzisztenciával, vagy a szakmai megvalósítással, önmegvalósítással kell foglalkozni, hanem a közügyekkel is. Ezt próbáljuk a második konferencián, többek között ezt próbáljuk megtárgyalni. A harmadik konferencia, az pedig az is Budapesten lesz, a külügyminisztériumot majd helyett neki, és itt pedig arról fogunk beszélni, hogy mik a jó gyakorlatok Európában. Itt a jó gyakorlatok alatt értjük például az autonómiákat. Hiszen Nyugat-Európában vannak működő autonómiák, amelyek azért nem borították fel a status quo-t és a rendet, és ezeket modellként lehetne használni itt Közép-Kelet-Európában, meg Kelet-Európában még inkább. De ne felejtsük el, hogy például Moldáviában is, volt szovjet köztársaságban, van egy gagauz autonóm terület, amelyik működik, és ennek a gagauz autonóm területnek a kormányzóját is meghívjuk, hogy tartson egy előadást arról, hogy ők hogy működnek, hogy sikerült nekik az autonómiát elérni, hogy működnek, és mik a perspektíváik. Ez volna a harmadik konferencia. A negyedik konferencia viszont újra Strasbourgban lesz. Ezt Kövér László házelnök úr fogja megnyitni, és ez már a jövőről fog szólni. Meg fogunk hívni, de azért a terveink között szerepelnek olyan nevek, mint Fernand de Varenne, aki az ENSZ-nek a kisebbségi raportőre, az EBSZ-nek a kisebbségi megbízottja, más intézményeknek a jeles képviselői, és itt pedig azt akarjuk megtárgyalni, hogy ők hogyan látják, mi a jövő, hogyan lehet megőrizni az identitásokat Európába. Ezt a címet is adtuk ennek az utolsó konferenciának, hogy az identitások megőrzése Európába, perspektívák és lehetőségek és kihívások. Ezekről várunk előadásokat jeles gondolkodóktól és politikusoktól, és hát a végén nagyon remélem, hogy ki tudunk adni egy elnökségi nyilatkozatot, amelybe szerepeljen a nemzeti kisebbségek kérdésköre is, és itt hát ebbe az ön műsorában már többször szó volt arról az öt alapelvről, amelyet Szili Katalinnal együtt kidolgoztunk, és most megjelent egy... Kalmár jelentés 2014-ben indult. 14-ben, igen. És akkor arra épült ez rá, és ez megjelent már egy második átdolgozott kiadásban, hiszen mindig tudunk hozzátenni új és új dolgokat, és ebbe szeretnénk, ebbe az utolsó konferenciába bemutatni Európa előtt ezt az elképzelésünket, és nagyon reméljük, hogy támogatást fogunk szerezni ennek az ügynek.
Én nagyon-nagyon csodálkozva is, és örömmel hallgattam mindazt a tartalmi tényezőt, amit elmondott. Az ön személyében közelebb érkezett mindaz a hatalmi pozíciót is betöltő kollégáknak, nemzetközi szinten kollégáknak az elképzelése, készfogás igénye, szívből remélem, hogy ez meg is fog történni, hisz ön együtt volt velük, máshogyan ismeri, közelebb hozza hozzánk, mert az ember, az átlagpolgár a hírekből értesül. Azt a fajta leginkább személyes együttlétet, amelyet önök megtesznek, hát bizony-bizony most garanciaként is itt van ön nálunk, és köszönöm szépen, hogy ismét és ismét elfogadja a meghívást, mert az a hiteles, amikor az ember rögtön fel tudja tenni a kérdést, el tudja mondani olykor a kételyeit, és amit finoman érzékeltetett, hogy itt bizony a múltban is illik visszanézni. Ugyanakkor az ifjúság, akinek nagyon jó, ha bekapcsolt, csak hány éves korosztálytól, 20-30-40 éves korosztálytól, mit tanultak? Tudnélik, engedje meg, hogy elmondjam azt a személyes tapasztalatomat, amit a saját hallgatóimnál is érzékelek, hihetetlenül érzik azt, hogy itt valami nem stimmel, valami furcsán nincs lezárva, igazából nincs fogódzó azon túl, hogy vannak úgymond teóriák, és ennyi. Nagyon nehéz ez. Mit tanultak ők történelemből, mit tanultak földrajztudományokból, mit tanultak, nagy Isten, politikai földrajzból, amelynek a szemlélete ma egyszerűen nélkülözhetetlen. Amikor Teleki 1926-ban létrehozza az Államtudományi Intézetet, ennek olyan dokumentumai vannak, olyan hatalmas dokumentumtára, amelyre én kevéssé érzékelem, hogy hivatkoznak azok az emberek, akiknek kötelessége is, hivatalból is, bármikor elmennek akármilyen témában, ami a nemzet megerősítését jelenti gazdaságilag, igazából nem hivatkoznak. Készültem erre a találkozásomra, mert tudtam, hogy hozza magával azt a személyes intuíciót is, hogy olyan embert kérdezhetek, aki face-to-face-t beszélt nagyjából a most felsorolt, és hát az elmúlt időkben, amíg kint volt Strasbourgban, az Európa jövőjét és kisebbség kérdéseket most kihangsúlyozva felelős kollégákkal. Készülvén elővettem Rónai professzor egyik cikkéből a következő idézetet. Az első világháborút lezáró békeszerződésekor a békét diktáló hatalmak kisebbségvédelmi szerződéseket irattak alá azokkal a közép-európai új államokkal, amelyeknek újonnan olyan területet adományoznak, ahol jelentős számban más nemzetiségek éltek. A szerződések betartását a Népszövetségnek kellett volna ellenőriznie, de a feladatának nem tudott eleget tenni. Százával gyűltek a sérelmek elleni petíciók, de ritka kivétel volt, ha egyiknek másiknak eredménye lett. Ezért is, és kényelem szeretetből, a második világháború végén nem újították meg a kisebbségvédelmi szerződéseket, és szabad utat teremtett mindez a mértéktelen elnyomásnak, sőt, üldözésnek. Akkor ezzel elsősorban Csehszlovákia élt. A magyar kormánynak a Helsinki Egyezmény tárgyalása során lett volna alkalma, hogy szóvá tegye a magyar kisebbségekkel szemben való megosztó és elnyomó elbánást az utódállamok területén, és valamilyen védelmet kérjen, de sajnos nem tette meg. Ekkor írja Rónai, a nagyhatalmak romhalmazzá balkanizálták a Dunai Európát, az ő feladatuk lenne Európa egészének a létező erőviszonyok alapján való rendezése. Ha ebből a szövegből azt mondom, hogy a ma létező viszonyok elrendezése, akkor most önök pont ezen dolgoznak. Viszont a fiatalok mennyit tudnak ebből az intervallumból vajon, amivel tudnak érvelni? Hát tisztelt szerkesztő asszony, itt vannak problémák, enyhén szólva. Ugyanis, azért vagyunk, hogy segítsünk megoldani. Ugyanis, ahogy ön mondja, hogy a fiatalok felteszi a kérdést, hogy a fiatalok mennyit tudnak erről. És főleg hogyan? Sajnos a történelem tanítás Európában, én azt kell mondjam, hogy válságban van.
A napokban járt Budapesten Alain Lamassoure úr, aki Európa parlamenti képviselő volt, francia, sőt, francia miniszter is volt, és ő elkezdett egy úgynevezett történelem tanítási obszervatóriumnak a felállítását az Európa tanácson belül létrehozni. Ez lényegében létre is jött, mert megvan az a 17 ország, amelyik ezt létrehozza. Ez létre is jött, és beszélgetve velem, meg hallgatva az előadását, amit itt Budapesten a Francia Intézetben tartott, hát a saját gyerekein mondta a példát, és nem Közép-Európát, hanem Franciaországot, hogy például az egyik fia, mikor megkérdezte, hogy na mit tudsz Napóleonról, azt mondja, hát 14. Lajos után volt valaki, és szóval, igen, vannak országok Európában, ahol nem tanítják a történelmet. Van ország, ahol szintén Európában, ezt szintén tőle hallottam, ahol lehet választani történelem, futball és rekreáció között. Szóval a múltnak, sőt nem tanítják, Európai Uniót megalapító ország nem tanít semmit az Európai Unióról. Szóval nagyon nagy hiányosságok vannak, és ez elősegíti sajnos a nemzeti kisebbségeknek az asszimilációját. Sajnos igaz. Mi az ellen vagyunk, és semmiféle asszimilációt nem tudunk támogatni, sőt, mi azt támogatjuk, hogy az identitásokat megőrizzék, és a nemzeti kisebbségek maradjanak meg a szülőföldjükön, és ott boldoguljanak. Ezt követi a magyar állam, és én azt hiszem, hogy a magyar nemzetpolitika nagyon helyesen ebbe az irányba dolgozik és hat. És ezt próbáljuk mi is most az Európa tanácsi elnökségünk alatt, ezt próbáljuk alátámasztani, és egy impulzust adni ennek. Minden tisztelettel és tiszteletemmel együtt is köszönöm önnek, önöknek a folyamatos kutatási munkát önállóan is, és az egyeztető munkát a különböző szaktudományok területéről, hogy ez a feladat tényleg valamilyen szinten megnyugvást adjon, mert ne felejtsük el, és megint visszanyúlok Teleki rendkívül fontos munkatársának, Rónai professzornak a gondolatához. Azok a tervek, amiket annak idején a francia államférfiak a szétzüllesztett dunai államok összefogására kiagyaltak, ugyanúgy megvalósíthatatlanok, mint a kisaltant erőlkedései. Az a külőjáték, amit egyes nagyhatalmak a dunai államok egyikével másikával szemben folytatnak, befolyásuk érvényesítése véget, nem hozhat megoldást. Milyen igaz? A nagyhatalmak közös összefogására van szükség, és egész Európa állapotának, szerkezetének, életrendjének revíziójára a Szomhóék elve alapján. Ez most egy olyan feladat önöknek, amit szó szerint visszanyúlni olyan dokumentumok felé, és szembesíteni azokat a dokumentumokat olyan állam emberekkel, az államot képviselő, vagy ebben a feladatba bevont szakemberekkel, akik lehet, hogy életükben nem is hallottak róla, és legkevésbé látták. Mikor kezembe veszem az 1941-ben elkészült Balatonfüreden a Közép-Európa atlaszt, amelyet francia nyelven is elvitt Párizsba Emmanuel de Marton professzornak, 1950-es években Rónai professzor. És úgy tette egyébként a kitűnő Földrajz professzor elé, hogy nincs lelkiismeretük, ennyi adat alapján, tény alapján ennyire szétszabdalni a magyar nemzetet, az országot. És most, amikor hosszú évtizedek elteltek, legalább azt érjük el,
hogy az úgymond néhány nagyhatalom, amelynek még mindig úri kedve az, hogy a dunai államok egyikét másikát egymás ellen próbálja fordítani. Talán épp az ellenkezője. Ez kell, hogy történjen. És én köszönöm, hogyha ezt a feladatot, ezt is beleépítve nem kis munkára, de megteszik. Tisztelt szerkesztőasszony, professzorasszony, ez egy újabb műsornak lehet a témája. Ha vállalja, meghívom. Közép-kelet-európai országok, nemzeteknek az összefogása. Ugyanis azt látjuk, hogy a nagyhatalmak nem igazán akarják ezt a közép-kelet-európai összefogást, és ennek a V4-ek például egy nagyon jó magja, ami hát látszik, hogy milyen eredményeket ér el, ha egy hangon tárgyalnak Brüsszelben, meg bárhol a világon. Ma már a német-francia kereskedelem például kisebb éves szinten, mint a német V4 kereskedelem. Ez nagyon fontos szám, és mutatja, hogy itt egy nagy fellendülés, gazdasági fellendülés lehet, van és lehet ebbe a térségbe, de itt össze kell fogni, másképp nem tudunk, és mindenki, minden nemzetnek be kell látnia itt Közép-Kelet-Európába, hogy azzal, hogy egyik a másik ellen megy, csak veszíthetünk, összefogással viszont mindannyian nyerhetünk. Tisztelettel köszönöm, hogy megerősítette a ma emberekként, felelős emberként és a szomszédság politikáért, mint felelős miniszteri biztos is, és mint nagykövet is, Kalmár úr. Szívből kívánom, és minden olyan embernek a hozzáállását az önök és önök által képviselt feladathoz, az autonómiát különös tekintettel is beleértve, hogy hírt tudjunk öntől kapni, autentikus hírt tudjunk öntől kapni, húsvér emberként is, aki sokkal szabadabban, talán érezhetőbben elmondja az átélt szituációkat, élményeket, mint hogyha össze, nem lebecsülve természetesen az írott sajtót, vagy egyéb sajtót, de elérhetővé teszi az ön személy által, és szívből remélem, hogy meghívhatom majd, meghívhatjuk egy következőt. Köszönöm szépen, állok elébe, és mindig úgy, mint eddig, eleget fogok tenni a meghívásuknak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm még egyszer, kedves nézőink, várjuk akkor vissza dr. Kalmár Ferenc urat. Viszontlátásra. Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu